Sziasztok, én vagyok, és ez újra a The Infected, amelyben a kis táborokat építgetjük tovább, és hát ma szeretnék elmenni a gépiesítésnek az irányába. Ugyebár hát a bányák kezdenek kiürülni, kezd probléma lenni az utánpótlásával a különböző érceknek, és ugye van ehhez nekünk gépünk, amit majd mindjárt meg is nézzünk, hogy egészen pontosan mi is kell hozzá, csak előtt reggelizek. Ugye elsősorban azt kellene megoldani, hogy minél több vasunk legyen, ennek kettő módját találtuk meg eddig. Az egyik az ugye a stone grinder, amihez 100 áram szükséges, és hát nekünk 80 van természetesen, ami ugye, ha beleraksz követ, akkor kijön belőle 2 fragment és 10 szend, és 25 másodperc egy darab kő, ami nem túl gyors, nem túl sok fragment, de cserébe legalább jó sok áram, szóval egy opció. A másik ugye ez a bányász gép konkrétan, aminél ugye azt írja, hogy ha specifikus helyre rakod bányászási zónába, akkor azt szedi onnan ki, ami éppen ott bányászható, tehát éppen réz vagy alumínium. Viszont, hogyha valamilyen füves részre rakod, akkor elméletileg vas fragmentet dob, illetve random ort is dobhat. Szóval ez tűnik nekem a legjobb biznisznek. Mondjuk lehet, hogy azért tűnik ez a legjobbnak, mert itt nem írja, hogy mennyi iron fragmentünk lesz adott idő alatt, de majd megtudjuk, viszont hát természetesen rengeteg iron kell hozzá. Szóval mielőtt még lenne ironunk, kell sok iron. Van belőle nem kevesebb, mint nulla, szóval 18-hoz elképesztő mennyiségű követ kell itt kiégetnem a kis Stoneforge-okba. Hát ez el fog tartani egy darabig, szóval majd tali, hogyha megvan. One eternity later. Itt csücsül 19 darab fém rudacska a polcon, szóval szerintem meg vagyunk még egyet, túl is lőttünk a célon. Ugye, hogyha ide raknám erre a bányászási részre, akkor valamilyen specifikus anyagot kapnánk, nem emlékszem pontosan itt régen mit tudtam kibányászni, viszont én ide be a fű közepére fogom rakni, akkor innen elméletileg ugye csak fém, fragment, illetve valami random ore vagy órok, nem tudom. Fog majd érkezni, ezt így ide, így ledobjuk. És nálam is vannak a szögek, csavarok, plankek, és hozom a fémet is. És az utolsó, meg is vagyunk. Hát egyből kiszúrtam, már az elején, hogy itt viszont egy, hát egy agregátor van, amit valamivel ki kellene hajtani, ugye ki be lehet kapcsolni, extract only stone, oké, ilyen is van, zsír. Ehhez is olyan olajat kell hozzáadni, hú, abban remélem még van. Na, tele is töltöttem a gépezetet, szóval power on, és a következő dolog kiásásáig 5 perc. Hát ebbe az valami jó nagy dolog lesz. Addig is vázolom azt a szitut, hogy időközben eszembe jutott, hogy ugye el lehetne menni a messzebbik bányába, ugye ebbe, ez egy hatalmas nagy bánya, hozni fémet, hiszen oda bent lévő kövekből esett ugye fém orban, ami nekünk jó, hiszen abból már egyből egy fémet ki tudunk égetni, egy fémrudat, viszont ugye az eléggé messze van, ingázni nem a legjobb olyan távolságot, ugye ez kellene egy táska, hogy minél több cuccot tudjak elhozni, ami azt ugye rope kell, az easy, viszont a croc skin, hát az az, ami nem annyira easy, és még nem is találkoztunk krokodillal egyáltalán. Az lesz a tervem a továbbiakban, hogy elmegyek, vadászok krokodilt, megcsinálom azt a táskát, és utána megnézem, hogy onnan milyen mennyiségű fémet tudok hozni, mert reményeim szerint sokat, és úgy gyorsabb lesz a fémszerzés, mint ahogy itt a köveket égettem. Mondjuk várjuk meg, hogy innen most mennyi iron fragment jön ki, akkor utána sírjunk. Mert egy 5 iron fragmentből lesz egy fém, hát ha itt ez most kidob nekem egy 10-et, inkább 20-at, akkor az már egy eléggé jó segítség. Egy darab iron ore 5 perc után. Hát akkor végig is 5 darab fragmentet dobott ki. Hűha. Ez bizony nem túl erős. Abból a szempontból nagyon jó, hogy iron ore-t dob, hogy ugye ez szükséges ahhoz, hogy
steelt, vagy mi se lehet? Igen, steelt készítsünk, ami ugye még hiányzik nekünk az üvegház elkészítéséhez is. Viszont hát lassú. Így akkor jó lenne feldobni egy kis ilyen stone grinderrel is, csak hát ahhoz meg nincsen elég áramunk, szóval egyelőre még nem tudom azzal feldobni. Ahhoz ugye mind ezeket kellene bányászni minden egyes helyen egy géppel, szóval nézzük azt a táskát. Van 3 darab nyilvessző, mondjuk ebből kéne egy kicsivel több. Most már van 21, sokkal jobban hangzik. És akkor mehetünk krokodilra vadászni. Kérdés, hogy hol találok, de nagyon valószínűsítem, hogy itt középen, ezen a mocsorosnak tűnő helyen, hogy az most tényleg mocsoros-e, nem tudom, megnézzük. Azóta már az Iron Ore mellé talált egy small stone-t is. Wow, hát ez tök jó. Szóval még csak 5 percenként sem biztos, hogy kapsz egy Iron-t. Első osztályú. Igen, ez nagyon mocsárnak tűnik nekem, már csak az a kérdés, hogy hol a krokika. Csak ne kapja el a lábamat, az húzzon a víz alá. Hopp, ott van. Ott megy, jó, de mekkora ez. Na nézzük, hogy bírja a headshotokat. 1, 2, nem túl gyors. 3, 4, és 5, és 6. 6 darab headshot? Oké. 8 darab bőr kell, kapunk belőle... 1-et. Hát figyelj, végül is nehéznek nem volt nehéz. Meg úgy nem is nagyon lehet nehéz, mert... gyökkettővel szágul, de... Húj, hát azért néha... megéri megfordulni és sprintelni. És ott van egy 8 darab kroki bőr, szóval... go haza és csilöpök a táskát. Easy. Még szerencsé, hogy a múltkor megcsináltuk a szövőszéket, így megvan a large backpack, és wow! A szép méretes példány lett, igaz, hogy csak 50 kilóról 75-re ment föl a maximális terhelhetőség, de hát az is valami. Hát tegyük hozzá, hogy nem igazán a slot mennyiséggel volt a probléma, pláne, hogy a kaja nem is kapott nagyobb szotot, na mindegy, hanem inkább ugye a kilókkal, mentségére szóljon a dolognak, hogy a következő frissítésben az 1.0-ban, amire még azóta is várunk, lesz majd egy autó, teherautó inkább, ami hát ha valami, akkor majd az megdobja a tároló kapacitást, amit itt tudunk magunkkal vinni majd bárhova. Szóval azzal egészen jók leszünk. Nézzük meg, hogy ez idő alatt mennyit bányászott a bányagép, plusz egy követ, plusz egy iron fragmentet. Jó. Tehát, hogy ez olyan, mintha nem is lenne. Legalábbis itt kint a füvön, hogy úgy mondjam. Jó. Take all. És akkor most én átrakom ezt idebe a táboromhoz, mert akkor elméletileg itt más kell majd bányásznia. Talán alumíniumot, ha jól emlékszem, de mindjárt megnézzük. Nagyszerű... power on. Meglátjuk a jövőben, hogy ez hogyan alakul. Egyelőre nem nagyon néz ki úgy, hogy megment engem a játék a grindolástól. De ha megvan a táska, akkor megvan a táska, irány a nagy barlangrendszer, és nézzük, hogy mennyi fémet találunk. Remélem sokat. Sajnos pucsák, én nem hoztam magammal, és hát eltört, ami eléggé szívás, de szerintem így is eléggé jól látjuk az arányokból, hogy egy darab vas, és többi mind ólom. Semmi baj, végül is igazából a játék legalább vetőbb nyersanyaga. Kőégetésből tényleg gyorsan lehet szerezni, csak nem tudom, nekem ez valahogy nem túl életszerű, hogy ott kell rohangászni ki be a házból kavicsokkal. Lehetne ennek valami jobb módja is, de majd a kő grinder. Majd az megoldja. Borda? És én még csak útba vagyok hazafele? Hát most megtudjuk, hogy mi történik ilyenkor. Feljövök ide a hegyre, hogy ne tudjanak azért minden irányból támadni, ha itt támadnak. Tehát csak itt kell nekik. Csak nem a házamra mennek otthon. Eső is esik, nagyon jó. Nem nagyon látlak ti. Ott jön. Oké. Okay. Ez végig is jó hír, mert mire hazaérek, nem lesz lebontva a házam. És ott a 7. Dead. Oké. Okay. Bizonyos szempontból ez még jobb is volt, mint hogyha otthon vártak volna, mert ott szétjük a házat, meg minden. Itt egészen szépen lettek ölve. Oké, okay, lepakoltam. Nézzük meg, hogy itt mit talált a gép. Igen, copper talált 3 darabot, és 1 darab colt. Aha, ez csak ezzel lehet találni. Ezt eddig még egyáltalán nem is találtam, és ugye láttam én itt olyat, hogy van coal heater. Az vajon mi lehet? 10 iron és 10 screw kell hozzá, de legalább áramot nem igényel, szóval nekem már csak ezért is tetszik. Én megnézném, hát elég pici. Mondjuk nem nagyon tudom elképzelni, egy ilyen kis picikébe mit tudok én kezdeni. Mondjuk így ide rakjuk és megcsináljuk.
Mert továbbra is kutatom, hogy hogyan lehetne ugye az Iront felpörgetni. Ugye akkor meg kellene csinálni mindenképpen ezt a Stone Grindert, viszont az előtte még egy napelemet kell csinálni mindenképpen, és nem egyszerűen nem tudom feldolgozni, hogy csávon legyárt egy napelemet, de egy benzines generátort nem tud. És hát értelmezhetetlen számomra. Ja, hát ez nagyon sok minden kell. Mint például Copper is, aminek most nagyon örülök, hogy már van is három, amiket égetek is egyből ki, és lesz belőle tök finom kis réz, és ha még egyet talál, akkor ebből a tekintetben már készülhet is majd a következő napkollektor. Viszont hát azért ettől még messze, mondjuk, ó, van egy kólom, akkor ez a három már elég is hozzá. Kérdés, hogy többiből is van elég? Emetek van, szóval akkor tudunk egyet csinálni. De akkor mennyi fémem van? Van 5 darab, azokat belepakolom, kell még 5 darab, azt akkor gyorsan kiégetem, és akkor meg lesz az a coal heater is. Oh, de mégis csak találtam szenet a városokba. Na mindegy, annyival több van, de most már a természetből is tudunk találni, ami azért eléggé fontos. Lássuk, mit tud ez a heater, hiszen készen van. Gondolom kell belerakni coalt. Ja. Ez egészen egyértelmű, be kell gyújtani. És... Halló, mit lehet rárakni? Nem mondod, hogy ez csak heater. Meleget csinál és kész. Jó, mondjuk ami mennyi volt télen? Minusz 30 vagy 40 fok? Vagy mennyi volt? Akkor azért még érteném is a dolgot, hogy oké, jó, télen jól jön majd, de hát eddig se volt hideg. Hát nézd már, mennyi olvasztóm van. Szóval hát így nem nagyon tudom ezt így értékelni most, de... Hát legalább van ilyenünk is, kioltom, és hát majd télen akkor jó lesz. Igen, egyébként egyre több az ilyen olvasztó, mert pörgetni kell valahogy a dolgot. Ha már ez se lett az új vasolvasztás, ne továbbja. Minden esetre ez eközben megépítettem, majd hogy nem a harmadik napelemet is immáron a tetőn, hiszen mondhatok, hogy rakjam fel, és teljesen jogos volt. Még kell hozzá 5 darab iron, ha bár tetőre nem pont így szoktak azért napelemet felrakni, de talán autentikusabb, mint ott lett. Még ahhoz kell 5 darab fém, az meg hát mindjárt meg lesz. Addig is lehelyezem a Stone Grindert is, hogy abba is tudjam pakolni, amik kellenek. Természetesen ahhoz is kell 20 darab iron, mert miért ne? Anélkül mire mennénk egyébként is. Mondjuk berakom ide a fűrészgép mellé. Nagyon jó. Electrical part 12, mechanical 6. Pont. Na várjál csak. Melyikből kellett a több? Hát igen, persze, hogy az elektrikából kell a több, amiből meg nincsen annyi. Mi kell hozzá? Iron? Electrical, copper, plastic, kobalt. Hűha? Egy darabhoz? Álljon már meg a manet. Hát akkor megyek lootolni a városokba, én azt érzem. Sokkal egyszerűbb, hogyha honnan összeszedem. És még az 5 darab kis plankecske, az gyorsan bedobjuk. Nagyszerű. Akkor elmegyek a városokba szerezni hozzá electrical partot, és... összeszedjük ezt a 20 darab iront. Szerintem csinálok még egy pár égetőt. Megvan a 20 iron. Nem mondom, végül is egészen gyorsan meg lett relatíve. Ahhoz képest, amennyire sok idő lehetett volna. Még 2 csináltam. Még szerencs, hogy ilyen nagy a ház, érted? Mondjuk nem ilyenekkel akartam megtölteni, de hát most ez van. Azon kívül kellett csinálnom egy ruhafogast is, hiszen beütött az október, és elkezdtek mínuszok lenni, és ugyebár hát ezek a nyári ruhák eléggé hűtöttek engem. Szóval ezeket felakasztottam, és felvettem, illetve újra megkraftoltam a téli ruhákat, mert múltkor ledobtam földre, aztán eltűntek. Szóval muszáj volt a fogas. És akkor irány be a városba, hogy szerezzek elektrikál partot, hogy őszinte legyek. Egy kicsit olyan érzésem van így a játék ezen szakaszában, hogy így oké, nincs már content, de grindolj, hogy könnyebb legyen grindolni. És nekem semmi bajom nincsen azzal, hogyha egy játék grindolásra épül, a legtöbb játék, amivel játszok, az arra épül, de olyan jó, amikor van egy cél, amiért mész, az kell, de itt nincs. Szóval már nagyon közel vagyunk a játék teljes verziójához, nagyon remélem, hogy kiadnak majd valamit benne, ami egy célt ad annak, hogy igen, na ezért megéri grindolni, meg építkezni, mert anélkül eléggé üres a játék. Én legalábbis azt érzem. Természetesen, hogyha elektrikál partot keresel, akkor egy darabot találsz belőle. Szemben azzal, amikor nem azt keresed, akkor ugye
Hát hoztunk haza egy jó párat, nagyon jó, na mindegy. Cserébe legalább találtam 7 darab plastikot, és egy darab plastik kell ugye egy elektrikálparthoz, ugye akkor még most kell 5 darab, és így a plastik miatt már tudunk craftolni annyit, amennyi még hiányzik. Habár így is sajnálom, hogy erre kell elköltenem ugye 5 darab coppert, amit nagy nehezen itt sikerült kibányásznom a géppel, meg kiégetni. De hát ez van. És akkor fejezzük be ezt a grindert. Kész! Jó, akkor hozok köveket. Azaz, jó, megpakoljuk. Tele legyen kövekkel. Use control panel. Wait, ugye nem erre gondol. Control panel. Jó, szerencsére elég easy megcsinálni. Akkor ide rakjuk mellé, mert hát mondjuk nem írja, hogy grinder control panel, tehát akkor ez egy ilyen globális vezérlője lesz majd az összes cuccnak, ami áramot fogyaszt, és akkor ott tudom kibekapcsolni őket, meg menedzselni, hogy mi éppen mikor menjen, mi az, aminek van elég áram, mi az, aminek nincs. Amúgy ez benő. Viszont ami kevésbé király, ez az, hogy elfogyott a kobaltom, pedig abból mennyire sok volt. Viszont arra emlékszem, hogy igen, itt kobalt volt, ahol először próbáltam bányászni. Csak most az a gáz, hogy akkor most oda is kéne egy bányagép. Az a baj, most tökre örülök, hogy részből már jól állunk. De most akkor vigyem el innen, akkor már megint nem állunk majd jól részből. De mivel csak 2 kobalt kell, ezért szerintem ezt most átviszem oda. Bányásszunk ki 2 darab kobaltot, és közben én akkor farmolom ki a következő bányagéphez az alapanyagokat, a fémet. Csak pont ez a kőzúzó arra lenne jó, hogy a fém szerzést gyorsítsa. Szóval, hát legyen már kész. Be van szépen kapcsolva. Ó, mindjárt elfogy belőle az olaj is. De jó, na akkor azt is hozok utánpótlást. Illetve, hogy olvasgattam itt a leírásokat, elméletileg ez a biofuel, ez a mineral excavatorbe való, szóval megpróbálom ezzel megtankolni, hát ha sikerülne. Ah, most tényleg, a biofuel is ugyanúgy jó bele, mint bármi más. Egészen gyorsan tudta pótolni itt a ház mellett a kis bányagépet, és egyébként ez egy egészen jó taktika, hogy innen átviszem valahova, utána pedig itt építem meg újra, mert akkor nem kell többet is fordulnom a sok fémmel, hiszen azért az eléggé nehéz. Nézzünk el ide, hogy közben sikerült-e neki találni kobaltot, igen. Igen, 3 darab kobalt is van, gyönyörű, és itt is talál szenet, ami jó, mert egyébként ezzel szoktam fűteni, illetve begyújtani az olvasztó kemencéket. Erre szerintem kifejezetten alkalmas. Na, most már így megvan a vezérlődoboz, és nézzük akkor, hogy mi is van itt. Hát jelenleg valószínűleg nincsen áram, nem? Vagy van? Nem tudom, mindegy. Stone grinder pipa. Megy. On. Ja, számol vissza. Hát hangja nincsen, mondjuk ennek egy kicsit örülök is, mert legalább nem süketülök bele. És ja, hát akkor ez így kikapcsolsz. Mennyi az idő? 5 óra 30. Ajaj. Várja, power available, minusz 40. Power in, power out. Ja, és leállítja. Nem működik. Mivel ugye este van. Ezért kéne ugye bár hát az akkumulátor a szolárhoz, ami itt van. Hát, ja, kicsit problémás, pedig nagyon kellene. Hát minden esetre lerakom ide mellé, akkor most legyenek itt az elektromos dolgok, ha bár egy kicsikét szélem vannak, ami egy kicsit veszélyes is. Belepakolom, amit tudok. Hát, mi meglátjuk, hogy mire megyek azzal, de legalább napközben működik majd már. Ó, elment a VR, szóval most már van elég áramunk, akkor nem az 5 óra 30 miatt nem volt, hanem azért, mert hát ugye felhős volt az ég, akkor jó, még a lámpát is fel tudom kapcsolni, nagyon zsír. Az viszont biztos, hogy még az alumínium bányászat, amit tudunk csinálni ezzel a géppel, az hiányzik, és ide lent találtam alumíniumot, ha jól emlékszem, szóval ide leviszem most ezt a gépet, és akkor ide építek majd egy újat. Na most már tényleg teljesen itt van a tél, szóval ideje lenne már befejezni ezt a kis
félig vagy negyedik sem kész üvegházat. Ugye ez rengeteg steel kellett, viszont ugye azóta nagyon figyeltem arra, hogy tudjak steel csinálni, és így most van is belőle eléggé sok, hiszen félretettem mindegyik iron ore-t, amit találtam. Így most ebből meg tudjuk építeni ezt a pár darab falat, és már csak egy tettő hiányzik rá, ja meg egy ajtó, igen. Hát valahogy így, a steel az meg lesz az ajtóba is, és meg lesz a plafonba is, innentől kezdve 12 üveg összesen, és 16 csavar, ami elvileg megvan, üveg az biztos, hogy van annyi. Úristen, 42 iron fragment. Pedig már ürítettem azóta, nem is egyszer egyébként. Ad ide, most amúgy is kell egy kis homok, mert mondjuk nem ennyi, mert azért nincsen pontosan meg annyi üvegünk, szóval még hármat kell üvegből égetnem, és hát ez így most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 darab vas instant. És hát ugye ez annyi idő alatt volt, amíg én itt mentem balra-jobbra, meg ilyeneket csináltam, szóval úgy, ha éppen nagyon farmolni kell a fémet, akkor lassú. De hogyha mondjuk mit tudom, én éppen más projekten dolgozol, és utána egyszer csak kell neked fém, és akkor így hazajössz, hogy na mennyi van a grinderbe, akkor így belenézel, és így oké, ez több mint elég. Készen van a kis üvegház, bár csak bele kell pakolászni ezeket a kis plant pedeket, és meglátjuk a nagy varázslatot, hogy vajon tényleg működik-e. Mondjuk hát bent a házban is működött, szóval miért nem működne. Azon felül vagyok kíváncsi arra, hogy lesz-e valami pozitívuma, hogy kicsikét gyorsabban nő, vagy valami. Hé! Ezek kiszáradnak, vagy mit csinálnak? Gazdasodik. Hát de ez egy fullos üvegház. Lehet, hogy hideg van. Hát mondjuk este van, és esik a hó, és hány fok van ide, mert hát nem sok. Minusz 13, mondjuk ez a külső hőmérséklet. Várjál. Hát nem. Az a belső hőmérséklet is volt, a házban 23 van, akkor végül is a coal heaterre ki tudjuk fűteni, csak kérdés, hogy minek? Ha bár úgy is működött a házba, akkor miért akarnád, hogy kint legyen az udvaron? Na mindegy, a szenet kilopták belőle, azt visszarakjuk. Instant 23 fok van idebent, szóval valószínűleg most már nem lesz bele probléma. Reggel majd meglátjuk, lehet akkor jó meleg lesz idebent, azt egyből kidő minden. Hát ezek sajnos nem nőnek gyorsabban, még nappal sem, szóval hogy az üvegházak aztán túl sok értelme nincsen, most ha ide bejövök, akkor 23 fok van, most így nappal, ha lekapcsolom ezt a kis heatert, akarom mondani eloltom, akkor hány fok marad idebent? Nulla, szóval hát nem mondanám, hogy ez így elég nekik. Így ezt bekapcsolva hagyom, ezeket akár így a házba is hozottam volna, de legalább így jó néz ki. Mondjuk úgy, viszont ami királyság az az, hogy meg tudtam csinálni az 5 darab elektrikál partot, szóval megvan az akkumulátor. Aha, itt van a kapacitás. Eddig a kapacitásunk az 6 volt, gondolom a egy szolár kettőt tud tárolni magába, vagy valami hasonló, nem tudom. Viszont most már 1006 a kapacitás. És mivel a power outunk a 100, ugye a izébe, és az inünk a 120, így 20, az megy oda, hát ez most is szépen számol fölfelé, nyilván, hogyha kikapcsolom, akkor egyből megered eléggé keményen, ha visszakapcsolom, akkor lassabb, ha meg rákapcsolom a lámpát, akkor még lassabban töltődik, tehát igazából ami megmarad, az beletöltődik az aksiba, és az az 1000 az eléggé szépen hangzik nekem. Hát ezt majd meglátjuk, hogy egyébként mennyire bírja ki az egész éjszakát, de szerintem ebben amúgy így benne van, hogy kibírhatja, és már megint 26 fragment van benne, ami nagyon jó, tehát ez nagyon zsír. Jó van, hát úgy szépen úgy alakultunk itten megint csak, most már minden egyes érzből itt és itt van egy bánya, mind a három bányászik, és szerintem egészen jó. Viszont én még mindig egy kicsikét céltalannak érzem a dolgot, értem én, hogy még vannak itten
építmények, de azok közül is 90%-a arról szól, hogy grindolás, és hogy könnyebb legyen a grindolás. Most mondtam azt, hogy maga a túlélés ugye a célunk, ami igaz is, de őszintén nem nagyon van vele probléma már. A következő része mindenképpen szeretném megvárni a következő nagy frissítést, ami elméletileg elég erőteljes lesz, remélem lesz majd benne olyan, ami miatt majd úgy érzem, hogy hát van miért grindolni. Már ha az a teherautó bejön, én már azzal megelégszek, bár az elég menő ahhoz, hogy akarjam grindolni, szóval mindenképpen folytatjuk, de azt megvárdám. Szóval innen folytatjuk legközelebb, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok!